magzatvédő kampányt indított a Mi Hazánk mozgalom. Mit jelent ez pontosan? Sajnos ki kell mondjuk, hogy az Orbán és a Gyurcsány kormány abortuszpolitikája között lényegében nincs különbség. Sajnos hazugság az az alaptörvényben, hogy a magzat életét fogantatásától kezdve védelem illeti meg. Ezért lelkiismereti kötelességünknek tekintettük, hogy erre az álszent tarthatatlan helyzetre... De bocsánat, miért álszent és miért hazugság? Hát, alapvetően azért, mert ezzel a szép mondattal szemben valójában nem illeti meg a magzat életét fogantatásától kezdve védelem. Az alaptörvény szép szavaival szemben bemondásra végzik el az abortuszokat, indokolás nélkül kérhető, és a helyzet vizsgálata nélkül állami támogatással végre is hajtják a terhesség megszakítást. Ezzel szemben a mi hazánk mozgalom felteszi a kérdést, ugye, hogyha egy baktérium életnek minősül a marson, akkor egy szívverés miért nem minősül életnek a Földön. A mi szívhang törvényünk, amelyet én magam is benyújtottam még 2016-ban utolsó képviselő a lemondásom előtt, illetve duródóra ebben a ciklusban is, ez a szívhang törvény nem szigorítást, pusztán tájékoztatást jelentene. Arról szól, hogy az abortusz előtt a gyermek szívhangját meghallgattatjuk tájékoztatásul a döntés súlyára vonatkozóan. Ennek bevezetésével esélyt adnánk a magzati életkorú gyermeknek, hogy legalább az utolsó szójogán, de életében először kommunikálni tudjon az édesanyjukkal. Tehát éppen ezért is ez nem szigorítás, hanem inkább tájékoztatás jelent. Ezért is fájó, hogy ezt leszavazták, pedig sokan egyfajta fogamzásgátlásként tekintenek csak az abortusra, vagy egy fogászati beavatkozáshoz hasonló súlyú döntésként tekintenek rá, tehát nem érzik ennek a súlyát, ezért is volna szükség a tájékoztatásra, ezért fájó, hogy ezt többször is leszavazták, de nem adhatjuk fel, hiszen az abortusz az a vezető halálok tulajdonképpen, sőt, az abortuszok száma nagyobb, mint a tíz vezető haláloké összesen, sőt, hát fájó kimondani, de még azt is mondhatjuk, hogy az abortusz a családon belüli erőszak legelterjedtebb és legbrutálisabb formája, mely a legártatlanabb és legvédtelenebb emberek, azaz a magzatokkal szemben irányult. Tehát ezek mind fájó kijelentések, de nekünk éppen azért lelkiismereti kötelességünk volt, hogy a kormányzati óriás pakátokat kiegészítsük, kiegészítsük, hogy minden élet számít, kivéve a magzatoké. Három pontot oda tettük meg a mi per szívhang címet, hogy azért aki ezen elgondolkozik, ezen a megdöbbentő kijelentése, mert annak tűnhet, de azért ne söpörjük a szőnyeg alá ezt a problémát. Ezzel azt gondolom, hogy foglalkozni kell, hiszen Évente még mindig kb. 25 ezer magzatelhajtás történik, tulajdonképpen bemondás, anélkül, hogy felfognák ennek a súlyát. Éppen ezért szeretnénk, hogyha erről érdemi társadalmi párbeszéd is kialakulna, és segítenénk egyben az édesanyáknak is, hogy a kezdetben talán terhesnek tűnő állapotot előbb-utóbb vonzóan várandosnak, akár még áldottnak is érezzék. Távoláljon tőlem, hogy elbagatilizáljam ezt a kényes kérdést, sőt, még abban hajlamos vagyok egyet is érteni, hogy az édesanyával a szívhangot hallgattassák meg. Ezt egészen el tudom fogadni. De politikai értelemben nem arról van itt szó, hogy az önök mozgalmának muszáj volt olyan témákat találni, keresni és találni, amiben ön kép mindenképp a DK-tól, az ellenzéktől és a Fidesztől is külön tudják magukat definiálni? Nem hiszem, hogy alapvetően arról volna szó, hiszen ez mondhatjuk, hogy nem is hoz szavazatot. Ezt lelkismereti kötelességünknek tekintjük, és most a polgári engedetlenségi mozgalmunk keretében, amiben a lezárások ellen tiltakozunk, de erre is kiterjesztve vállaljuk a tetteink következményeit természetesen, bár ez esetben szerintem nem rongálást követtünk el, inkább csak tájékoztatást, de ezt lelkismereti kötelességünknek tekintjük, még akkor is, hogyha ez nem, olyan népszerű, hiszen ez senki más nem vállalja föl, sajnos a jelenlegi kormányzat sem. Tehát egy alaptörvényben elsőt egy szép mondatot, ez körülbelül olyan, mint hogy beleírták azt is, a törvény előtt mindenki egyelő. Ez is milyen szépen hangzik, csak azért kicsit arrébb azt is megtalálhatjuk, hogy vannak egyenlőbbek, akiknek jár például a mentelmi jog, a képviselők felelőtlensége. Most ez is egy ilyen, hogy látszólag van védelem, valójában nincsen. Én azt gondolom, hogy a gyermeket nem kötelező felnevelni. Örökbe is lehet adni, sokan várnak rá. Az életünk azonban a fogantatás pillanatában kezdődik, és egyenértékű bárki máséval. Ezért szeretnénk megvédeni a magzatgyermekeket gyermekeket is, a legártatlanabb és legvédtelenebb emberi lényeket, minden emberi életet. Tehát az egyetlen életvédő párt vagyunk, ezt még a Hígyül is hetek című lap is megállapított, hogy fájó kimondani, de sajnos ide jutottunk, tehát, hogy ezt a kényes kérdés valóban más pártok ezt sem merik egyáltalán napirenden sem tartani. Mi viszont szeretnénk segíteni az édesanyáknak is, hogy a terhesnek tűnő állapotból inkább várandossá váljanak. Mennyibe került ez a kampány, és miből finanszírozta a mi hazánk mozgalom? Hát alapvetően, hogy a kormányzati pártok vagy a kormány a plakátok kiegészítése történt, tehát ezt társadalmi munkában végeztük, úgyhogy jelenyésző kis csíkszerű nyomdaköltségek, plakátok nyomdaköltsége mellett ezt itt a társadalmi munkában végezzük, az esetleges bírságokat is magunk fizetjük, hogyha ide fajulna a helyzet, de ez lelkiismereti kötelességünk, hogy ezt megtegyük, hiszen más párt programjában sajnos már nem szerepel a magzatvédelem, úgyhogy ez költsége nincsen, de napirenden kell tartsuk meg győződésünk szerint ezt a témát is.